napot kívánok, én Soltész Judit vagyok a Háttértársaságtól, illetve a Háttértársaság hívvonalától. A felkérés a Virág részéről úgy szólt, hogy mutassam be a hívvonalat, illetve a jellemző hívásokat, tegyünk javaslatokat, észrevételeket az általa küldött két kérdőivel kapcsolatban, illetve a szűrésekkel és tanácsadással kapcsolatban, illetve arra vonatkozóan, hogy az együttműködésnek milyen formái, illetve a hatékonyságának a növeléséről beszéljek, úgyhogy a kis... Tehát, hogy a kis prezentációm ez így erre felfűzve készült. Itt csak gyorsan megmutatnám, hogy a hívvel és écccel, hív és écc témájával a háttértársaság programjain belül hány helyen foglalkozunk, tehát nem csak a hívvonalnál, hanem itt látható, hogy hát egyrészt a hív és écc program van, aminek egy projektje, ami 2005 óta futó projektje a hívvonal, az információs és lelkisegész szolgálatnál, amely naponta 5 órában fogad hívásokat, és oda is érkeznek ebben a témában kérdések, és kutatásokban és képzésekben is időről időre ezzel a témával is foglalkozik a háttértársaság. Tehát itt az egyik program, ez az információs és lelkisegész szolgálat, ami, mint mondtam, minden nap 18 és 23 óra között fogad hívásokat, és hát itt olvasható, hogy jellemzően milyen kérdésekkel, megkeresésekkel fordulnak a lelkisegész szolgálathoz. Ugyanakkor az operátorok a képzés során HIV, AIDS és STD témában is képzést kapnak, és amennyiben a kérdés nem direkt ebben a témában hangzik el, vagy a beszélgetés, akkor is rákérdeznek, felvetik a prevenció kérdését, rákérdeznek óvszer használatra, tehát egy ilyen indirekt prevenciós tevékenységet is folytatnak. Közel 1500 hívásuk volt például az elmúlt évben, és ebből egy közel 150 hívás, ez ebben a témakörben történt. Ha ők tudnak válaszolni, akkor ezt megteszik, illetve hozzánk a hívvonalhoz irányítják a kérdezőt. Tehát itt a HIV AIDS programunk, aminek egyik szolgáltatása ez a non-stop hívvonal, amelynek én is munkatársa vagyok. Jelenleg fut a HIV AIDS programban egy óvszerautomata program, ahol nagyon jutányos áron óvszert és sikosítót lehet vásárolni ezeken a helyeken. Részt vesz a háttértársaság a Civil AIDS fórumban, tájékoztató kiadványaink vannak, amit elektronikus úton a honlapunkon, illetve nyomtatott formában terjesztünk szórakozó helyeken, illetve rendezvényeken, és időnként kutatásokban és szűrésben, tanácsadásban is. Tehát ez a hívvonal, itt vannak az elérhetőségeink. Levelező szolgáltatásunk is van, két operátorunk nagyon rövid időn belül válaszol e-mailben is a
megkeresésekre. Tehát itt a hívvonal, bármikor hívhatnak minket 2000 óta, korábban két operátor volt, jelenleg öten foglalkozunk ezzel, illetve két operátorunk viszi ezt az e-mail szolgáltatást is. Ők egyébként mind a ketten más olyan meleg oldalakon is folytattak, illetve folytatnak tanácsadást, tehát nagyon nagy tapasztalatuk van ebben. Ha a hívó, a kliens igényli, akkor személyes segítést is tudunk nyújtani, ami azt jelenti, hogy elkísérjük szűrésre, személyesen találkozunk vele. Ez időnként van erre igény, és akkor ez is működhet. Ingyenes a minket való hívás, teljesen anonim, és alapvetően tájékoztató, felvilágosító tevékenység folyik, illetve támogató és kríziskezelés. Sokszor már az is egy nagyon megterhelő lelki krízist okoz egy-egy hívónak, ha amíg csak a teszt eredményre vár. Mert ugye itt jellemzően nem gyors tesztek készülnek a szűrőhelyeken, illetve kevés helyen, tehát itt eltelhet egy-két hét is, mire eredményt kap, és ez egy komoly szorongással járó, nagyon, nagyon megterhelő állapot, ahol sokszor ebben egy ilyen támogatást kell adni. Na most itt, hogy mi jellemző szerintünk a hívóikra, és itt el kell mondanom, hogy hát egyrészt teljes anonimitás van, másrészt mi nem kérdezünk semmit a hívóktól. Tehát azokra az információkra hagyatkozunk, amit ők elmondanak, ha magukról. Mi csak akkor kérdezünk, hogyha a válaszadás korrektségéhez ez feltétlenül szükséges, tehát így pontos statisztikával nem rendelkezünk, ezek ilyen hozzávetőleges becsült adatok. Tehát azt kell mondanom, hogy a hívóinknak a fele, valószínűleg többsége heteroszexuális, vagy annak mondja magát. Életkorban erre sem kérdezünk rá, csak ha feltétlenül muszáj a válaszadás miatt, de jellemzően nagykorú hívóink vannak, és idősebb hívóink nem igazán. Főleg férfiak, akik melegek, heteroszexuálisak, illetve biszexuálisak. Főleg fővárosi hívóink vannak, ezt ugye jobban be tudjuk azonosítani, mert ha szűrőhelyről érdeklődik, akkor rá kell kérdeznünk, hogy hol keresi. És akkor ez így kiderül. Általában maguk az érintettek hívnak minket, ritkán hozzátartozók, ismerősök. Tudom én például nagymama, akinek hívfertőzött mennyétől született kisbabája, hogy akkor most fertőző lehet ez a gyermek, tehát ilyen hívások, illetve barátja hívfertőzött valakinek, ezzel kapcsolatban érdeklődik. Szexmunkások kevesen, illetve hát nem mondják ezt magukról a hívóink, és kevés hívpozitívak inkább az e-mailes csatornán jelennek meg, ott inkább már hív pozitív kliensek konkrét kérdéseket tesznek fel. Ezen kívül az új hívások vannak többségben, általában egy problémával, kérdéssel megkeres minket a hívó,
ezt megválaszoljuk legjobb tudásunk szerint, és utána, ha tehát eljut a szűrésre, és a többi, illetve hát vannak visszatérő hívóink, és vannak krónikus hívóink is, akik időről időre gyakran hosszú idei beszélgetések igényével keresnek meg minket, ha úgy érezzük, hogy ez már a mi kompetenciánkat meghaladja, illetve nem tudunk akárhány és hosszú idejű beszélgetésekkel sem segíteni neki, mert csak ugyanazt ismételjük, és semmi változás nem látszik, akkor korlátozni szoktuk. De ez elég a velük való kommunikációt, tehát, hogy kevesebbszer hívhatnak, rövidebb ideig tarthat egy-egy hívás. Ezek jellemzően az úgynevezett hívparás hívók, akik hát adott esetben az 5.-6. negatív teszteredmény birtokában is még mindig aggódnak. Hát akkor ezt mi úgy gondoljuk, hogy ez már egy mentális probléma, ami meghaladja a mi kompetenciánkat. Megpróbáljuk a lelki segélyhez, illetve szakemberekhez irányítani őket. Jellemzően ez valamilyen önelfogadási probléma állhat a háttérben, gyakran a melegsége, biszexualitása, elfogadása valaki számára egy fokozott bűntudattal, szorongással éli ezt meg, maga sem tudja maga számára felvállalni, és jellemzően ilyenkor fordulnak elő ezek a úgynevezett hívparás hívók. Ezek közül, a hívók közül kerül ki. Ezek a leggyakoribb kérdések, mikor és hova menjenek szűrésre, tisztázni kell, hogy mit jelent ez az ablakperiódus. Nagyon gyakori az orális szexről szóló kérdés. Itt jellemzően vagy teljesen bagatellizálják, vagy túlértékelik a veszélyességét, mennyire veszélyes a szexuális tevékenység, amit folytattak, a tesztek mennyire megbízhatóak, illetve itt jelenik meg ez a hívpara, tünetekről kérdeznek, hívkezelés hatásáról, életkilátásokról. Azt elég nehezen fogadják el, hogy valaki hívfertőzött lehet úgy is, hogy nincsenek tünetei, és pontosan ettől veszélyes ez az állapot. Úgy tapasztaljuk, hogy leginkább tévhitek és hiedelmek vannak a hívfertőzéssel kapcsolatban. A leggyakoribb ilyen, hogy azonosítják a hívfertőzöttséget magával az AIDS-betegséggel. Az ablakperiódusnál nagyon gyakran nehéz azt megértetnünk, hogy ha megfelelő időben is végeztett el valaki a szűrést, az egy X idővel korábbi állapotot mutat, tehát ha közben valami olyan kockázatos helyzetben volt, akkor az eredmény az már megkérdőjelezhető, illetve az állapota. Szexmunkással folytatott szextől általában nagyon tartanak, illetve hát itt ez nagyon, nagyon jellemző hiedelem, hogy ugye tünetmentesnek látszik egy partner, tiszta, ápolt, rendezett körülmények között él, jól szituált, hát akkor nem lehet semmi baja.
Illetve hát a másik ilyen hiedelem, hogy a melegek vannak veszélynek kitéve, a HIV, illetve az AIDS az a melegek veszélyeztetettek, csak heteroszexuálisok nem. Illetve a HIV AIDS ez a mumus, és nem is gondolnak rá, hogy sokkal könnyebben megfertőződhetnek adott esetben egyéb más, például hepa-C és egyéb szintén gyilkos betegségekkel. Igen, hogy mit gondolunk mi arról, hogy legfőképpen melyek a kockázatos szexuális magatartás okai. Hát első helyen említeném az alkohol és szerfogyasztást. Nincs információnk arról, hogy a szerfogyasztás az mennyiben intravénás droghasználat. Hát amennyiben az, akkor ez még a nem tudom én hányadik hatványon veszélyeztető egy meleg hívóra. Másik ez az információ hiány, tévhitek, tudatlanság, nem nincsenek tisztában a reális veszélyekkel. A védekezést elhanyagolják, illetve hát nem csak a meleg szubkultúrában, de általában ez az óvszer nélküli szexkultusza. Itt a fő okokat ebben látjuk, tehát hogy ez a heteróknál ez a hamis biztonság, gondolván, hogy csak a melegek érintettek, illetve még az sincs a köztudatban, hogy az intravénás szerhasználók is mennyire veszélyeztetettek, tehát adott esetben egy intravénás szerhasználó partner is mennyire veszélyes lehet, illetve fertőzhet. Illetve hát ezek az okok, itt még a melegeknél ez a... Már van rá gyógyszer, ugyan nem gyógyítható, de kezelhető, állapot elérhető kezeléssel. Tehát ez erősít egy ilyen könnyelmű magatartást, illetve hát a fiatalokra jellemző, ez mindig csak mások lesznek, betegek halnak meg vele, vele nem történhet semmi. Ezt mindannyian átéltük, gondolom, ifjabb korukban, legalábbis én. Igen. Ezek lennének az észrevételeink, javaslataink, kérdőívhez, illetve tanácsadáshoz, illetve elmondanánk, hogy nagyon alaposnak és jónak találjuk mindkét kérdőívet. Tehát itt az egyik ilyen, hogy egy egyéb kategóriát, ez azt hiszem az első kérdőívben van, ugye, bevezetni. Az a tapasztalatunk, hogy szexpartikon, illetve hát egyéb helyeken is elég divat és gyakori bizonyos közösségekben ez a fisting, öklözés gyakorlata, ami nagyon-nagyon veszélyes fertőzés szempontjából a behatoló és a befogadó számára is, és nagyon-nagyon komoly sérülésekről is tudunk. Anális szexnél nagyon fontos a megfelelő minőségű óvszerre felhívni a figyelmet, tehát egy átlagosnál sokkal erősebb, nem ízesített és a többi ilyen-olyan óvszerekre, hanem egy nagyon erős és jó minőségű óvszernek a használatára, és megfelelő sikosító használatára is. Itt is nagyon fontos erre felhívni a figyelmet. Ugye az óvszerautomata programunk is annak a felismerésnek a tanulságaiból indult, hogy
nehezebben jut el az óvszer ezekhez a csoportokhoz, tehát amennyiben ezt az anyagi háttér engedi esetleg szűréseknél, ezt is minél inkább eljuttatni a különböző célcsoportokhoz, tehát óvszert és sikosítót, és hát mi is nagyon, nagyon fontosnak találjuk azt a személyes helyzetet, amikor szűréshez kapcsolódóan egy ilyen tanácsadás is történik. Utolsó pontként pedig az együttműködés lehetőségei. Hát nagyon fontos egy folyamatos információ és tapasztalatcsere az addiktológiai terület és közöttünk, mert nyilván itt van egy olyan közös halmaz a kliensek közül, akiket hát ugye ti is felismertétek, hogy MSM célcsoportban szűrtök, tehát aki szerfogyasztó, akár intravénás, akár egyéb úton, mert ugye a kontrollvesztő viselkedés miatt nem csak intravénás kábítószer használat is veszélyeztető. Segítsük egymást a célcsoportok elérésében. Erre kidolgozni módszereket, akár közös projektekkel, közös szűrésekkel, illetve azt azonnal fel tudom ajánlani, hogy a havi programnaptárunkba beírjuk az általatok folytatott szűrések elérhetőségét. Köszönöm szépen!